A város kulturális és művészeti életének eseményeivel, érdekességeivel a Pécs TV kulturális híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A zene ünnepét először 1982-ben Franciaországban tartották. Maurice Fleury francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Magyarország 1995-ben kapcsolódott be a népszerű kezdeményezésbe, mely addigra már az egész kontinensen hódított. Az együttműködésben résztvevők célja, hogy a zenei sokszínűség feltárásával és megismerésével elősegítsék a kulturális cserét az Európai Unió és Európa más országai között. És ezek után mi más is következhetne, mint zene. Tartsanak velünk a következő percekben. A crossover kifejezés hallatán leginkább egy olyan zenedobozra gondolhatunk, amiből egyik pillanatról a másikra más és más zenei stílust húzhatunk elő. A műfaj egyik legjelesebb hazai képviselője a Class Jazz Band a Liszt Ferenc hangversenyteremben tartott lemezbemutató koncertet. Horgas Eszter fuvola művésznő igen nagy sikereket ért el a klasszikus zene tolmácsolásában. Egyik londoni turnéján találkozott először a crossover, vagyis átjárás műfajával. Ekkor határozta el, hogy ezt a zenei stílus irányzatot Magyarországon is népszerűsíteni szeretné. Megkerestem Bukány Györgyet, és nagyon sok jazz zenésszel, illetve rock és pop zenészekkel is beszélgettem, hogy hogyan lehetne Magyarországon meghonosítani ezt a műfajt, hiszen egy borzasztó érdekes és izgalmas dologról van szó, és Amerikában és Nyugat-Európában hihetetlen nagy kultúrája és sikere van. Igyekeztem olyan úgy elképzelni az Eszter dolgait ebbe, amit egyrészt ő kívánt, tehát ő elmondta az elképzeléseit, meg amit én úgy gondoltam, hogy ez milyen jól neki, hogy úgy mondjam, illetőleg hát végsősorban, hogy mi fog mindjárt együttesen végül is jól állni, mert a dolog sem nem külön a Horgas Eszterről szól, sem nem éről, sem nem a Berkes Balázsról, sem a Balázs eleméről, ők külön-külön is ki tudnak állni, hanem nekünk együtt kell azt a képet mutatni, amit szeretnénk. Kifejezetten a klasszikus és a jazz, ugye a nevében is benne van, ötvözetére született, vagy jött létre, tehát elsősorban a klasszikus és a jazz zenét próbáljuk meg egy rendszerbe rakni, és ezért borzalmas, izgalmas dolgok születnek, mint például Ravel Bolerója, amit ugye ebben a hangszerelésben, tehát Wieland-ben olyan tollakatossal és a Vukán Trio, illetve Jó Magam előadásában egy egészen fantasztikus előadás most született, azt gondolom, meg ugye a visszhang is ezt tükrözi. Itt nem arról van szó, hogy a jazzt ötvözünk a klasszikus zenével, itt mindenféle zene keveredik, mi se játszunk, ő kifejezetten tulajdonképpen néha jazzt, ő sincs arra, idézőjelben mondom, kényszerítve, hogy jazzt játszunk, hanem zenét szeretnénk játszani, mert ez a mai világban ez egyre fontosabb lesz, megmondom, hogy mind az, hogy nem az, hogy keverjük a dolgokat, nem feltétlen az ember az is, szóval a zene az egy dolog, úgyhogy kár, ami szét lett szedve, azt össze kéne rakni. Ez nem igazán vagyok benne biztos, hogy az abból áll, hogy általam is, ahogy is ismert darabot, meghallgatom egy jobb vagy kevésbé jobb előadást. Tudom, amikor egy picivel többet kap a közönség, mert már azért előfordult nekem is az életemben, nem jobb vagyok a szerzőnél, hanem valami más történik, akkor azt érezni, és az katartikus. Most azt érzem, hogy ebben a crossoverben végre igazából szabad lehetek, tehát nincsenek határok, és ez borzasztóan fontos, tehát idáig a Zeneakadémián és a konzervatóriumban is azt tanultam, ami egyébként nagyon fontos volt, a fegyelmet, a profivá válást, és az bizony nagyon-nagyon keretek között van. És ezt meg kellett tanulni, tehát végig kellett járni, de most borzasztóan jó érzés úgy elengedni mindent, és végre önmagam lenni.
Kedves nézőink, a kulturális híradó végén a figyelőt olvashatják még. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.